bring it on! Új rovattal jelentkezünk, képzeld a GSTV-ben. Már hozzá. Megint? Igen, hát hónapról hónapra igyekszünk új rovatokat indítani. Például gondolkoztunk már rajzfilm rovaton, csak egyikünk se tud rajzolni. Mi csinálunk rajzfilmet, és az benne? Pácika ember animáció. Szerintem az teljesen jó, abban jó lennék. De amíg még nincs rajzfilm rovat, addig legalább van más világ rovat. Nagyon régóta szerettétek volna ti is megnézni azokat a mozifilmeket. Rajta is szoktak lenni a DVD-n így elszóró mindenféle fájlokban, amelyekről előzeteseket írunk és beszámolunk. Most viszont egy ilyen profi televíziós produkció, képzeld el, mint amilyenek a profi tévékben szoktak lenni. Én még nem láttam, de most innentől kezdve én is kíváncsian várom. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a más világ, ami eddig úgy, ahogy mondod, elszórva volt egy kicsit, nem annyira kiforrottan egy bizonyos blogban, egy saját robotot kapott a GSTV-be. Így van, képzeld el! Olyan nagy lemezekről lesz például szó, mint DJ Tiesto új albuma. Például, de azért szerencsére Neil Morse, a Thought Chamber, illetve Varga Feri és Balási Betty és a Love Gun új lemezéről is beszélünk. A Love Gun lemeze nagyon tetszett Berkényének, amikor vágta a videót, akkor nagyon-nagyon lelkesedett, hogy az milyen jó zene. A Love Gun egyébként egy Kiss emlékzenekar volt, és abból lett ugye Love Gun, egy nagyon híres Kiss nótának a címe. És a film előzetesek között képzeld el, például a Óceán 13 című filmnek az előzetese is ott lesz, amiben Óceánnak a 13-a. Óceánnak a 13-a, amiben, na szerinted mit fognak csinálni? Olyan tudom bankot rabolni, vagy nem. Elképzelést. Majdnem, de szembe kerülnek Al Pacinóval, a legnagyobb hatalmú kaszinó tulajdonossal, tehát azért... Nagyon durván. Én azt hittem, ő színész. De most már nagy hatalmú kaszinó tulajdonos is. Befektetett. De például ott lesz az új Harry Potternek az előzetese, amiben váratlan módon Harry Potter mágikus erők ellen küzd. És valaki meghal, hallottam róla? Igen. Csak nagyon érdekes, most láttam az első részt, a tévében volt néhány héttel ezelőtt, és akkor még olyan kis fiatalok voltak, most meg azért Hermione. Ne azért szart. Majdnem mutattam, megnőtt. Mindenféle szempontokból. Vagy folytatják a Mindenható című filmet, a Bruce Almighty-t egy Even Almighty címen, csak nem a Jim Carrey lesz a főszereplő, hanem egy másik színész. No Name Jack. Nem No Name Jack, de most nem itt eszembe a színész, nem ez van. Évjük No Name Jack. No Name Jacknek. Folytatódik a történet, de egyébként lesz még egy csomó, lesz egy pingpongos film, nagyon izgi. Nem az, ami volt a Fush Forest, Fushba, Forest Gumba, hanem egy pingpongosnak be kell épülnie a kínai maffiába. Eredeti ötlet. És még egy csomó jó film lesz. Nézzétek a más világot, köszönjük szépen. Ja, és akinek véleménye van, hova is szoktuk, Arena, kukacgamestar.hu és a Subjectbe GSTV. Kösz. Kedves GameStar TV nézők, újabb rovattal jelentkezünk, mint ahogy megígértük, ebben a hónapban debütál a GameStar TV Más Világ. Ez a Más Világ rovat ezentúl ilyen zenei, filmes dolgokkal fog foglalkozni. Ez egy érdekes új kezdeményezés, reméljük, hogy örülni fogtok azon, hogy nem csak olvashattok a lemezekről és filmekről, hanem meg is hallgathatjátok, meg is nézhetitek őket. Ezért kezdjük is el gyorsan a lemezekkel. Első albumunk, amit ebben a hónapban bemutatunk, a Gondolati Szobák, a Thought Chambers albuma lesz. Ez egy amerikai progresszív rockzenét játszó társulat, érdemes meghallgatni következő néhány másodpercben, hogy milyen zene is ez. Ezt követően egy magyar zenekar lesz a következő vendégünk, a Love Gun, méghozzá egy fiatal csapat, három darab úriember és egy nagyon szexis leányzó. A Kiss zenekar Love Gun című nótájából kapták a nevüket. Valaha Kiss emlékzenekarként működtek, itt van az album a kezemben. Nem tudom mennyire csillog, remélem nem nagyon. Lényeg ami lényeg, hogy kettő darab klipjük is van, ezért most elsőként megmutatjuk a Megint egy, még egy nyár című dalnak a klipjét, hogy ti is láthassátok és hallhassátok, hogy a Love Gun mennyire jó szerelmi fegyver. Újabb nyár, megint egy, még egy már, jégkrém park, napfénytér, kékebb ég meg ég.
ezt követően következzék az rögtön el tudom olvasni az Eső mossa el című dal klipjéből egy rövid részlet, szintén a Love Gun-tól, ami valaha ugye kis emlékzenekar volt, most pedig nagyon dallamos rockzenét játszott csapat. Világzenerovatának harmadik vendége Neil Morse lesz, aki valaha a Spoxbert nevű zenekarnak volt a frontembere, billentyűse és énekese. Itt az új albumja, a címe Sola Scriptura. Neil Morse-ról tudni illik, hogy progresszív rockzenét játszik változatlanul, méghozzá annak a keresztény válfaját, amióta megtért és szólóművész lett, azóta nagyon erőteljesek a dalszövegeiben a keresztény motivumok. Nagyon érdekesség az albumnak, hogy például ezen a lemezen Mike Portnoy, a Dream Theater dobosa dobolt. Hallgassunk is bele, és nézzünk is bele, hogy hogyan készült ez az album. Jeff Beccaro, Steve Smith kind of stuff, which I don't get to do elsewhere. So it's kind of a good balance between the two. And a little Ringo today. Yeah, I get to do some Ringo. You know, this is the tasty Ringo stuff. There's the prog stuff. On this album, there's some heavy stuff. A little bit of everything. For me, it provides a nice contrast to my Rolling Stone tribute. Gives me a chance to do something. Which, Következő zenei projektünk a megasztáros Varga Feri és a gyönyörű Balási Betty új lemeze lesz. Egy nagyon kellemes, hallgatható, slágeres album. Azt hiszem, sokan hallottátok már azt a klipet, amiből egy rövid részletet most be fogunk mutatni, méghozzá egy magyar filmben. Nem tudom, hogy a filmet megnéztétek-e, aki akarja megnézheti, szerintem az eredeti sokkal jobb volt. A film címe Egy bolond százat csinál, ez a klip címe is. Balási Bettitől és Varga Feritől egyébként. Ez olyan furcsa számomra, én udvariasságból a hölgyet írtam volna előre a borítón, nézzétek meg, ide az úr került. Hát ez apró kis kritikai megjegyzés, egyébként egy nagyon kellemes lemezről van szó. Férfi kell és semmi más, de kinek kell egy hasonlás, ha becsaphat a valóság, és elvarázsol már. Cserélném, ha ettől jobban szeretnél, de néha kell a hazug szó, szemtelen, de olyan jó. Érezd!
utoljára, de nem utolsóként. Hát, mondhatnék többet annál, mint hogy Tiesto mester új lemeze megjelent. Nem tudom, ez már hányadik, vagy 50-e, de lényeg, ami lényeg, hogy a zseniális 10 jockey legújabb albuma is készen áll és meghallgatható. Aki szereti, és senki ne panaszkodjon, hogy a más világban nem mutatunk be olyan zenét, amiben sok-sok lábdob van. Tiesto. Nem mondok egy szóval se többet. Kedves GameStar TV nézők, folytatjuk a Másvilág GameStar TV-s adását. Miután nagyon jó lemezekről beszéltünk, és meg is hallgattátok, meg is néztétek őket, jöjjön a mozis rész. Ez lesz a legjobb, főleg azért, mert fejből nem tanultam meg az összes létező variációt, amit a mozifilmekről el lehet mondani. Ezért most ezeket papírból fogom elolvasni mindenki legnagyobb örömére. Első filmünk a Balls of Fury lesz. Dan Fogler, Christopher Walken és George Lopez főszereplésével. Ez egy nagyon jó kis pingpongos történet, amiben a kínai mafiába beépül az FBI egy volt pingpong világbajnok segítségével. Remélem, hogy ez a forgatókönyv vázlat mindenkinek felkeltette az érdeklődését, és igazi bomba leütés lesz a film. Ha-ha-ha. Nézzük is bele. Welcome to my Tournament of Champions. I have assembled the most talented athletes from around the globe. Sport of emperors and bandits like ping pong. Or, as the Chinese say, ping pong. In the world of illegal underground table tennis, legend tells of one man who risked everything to be the best. Have your grandma pull the car around. Tastes good. Man, I gotta get you in shape. This guy's blind, so let me do the talking. Oh. In my hand, I hold a cricket. Who the hell said take the cricket from my hand? You squish lucky cricket? No. My niece will be giving you hands-on training. Gives wax off a whole new meaning. You got me swatting flies now? Not hit flies. You hit bees. What? Oh my god! Wait! Let the competition begin. You killed him. Well, duh. What part of sudden death didn't you understand? You are the greatest player I have ever seen, other than myself, practicing in front of a mirror in the nude. May I interest you in an Altoid or some Axe body spray? Wanna play rough? Okay! Balls of Fury. Don't be so hard on yourself. You got mad skills. Represent. Matt Damon visszatér, helyesebben Damon Hill, vagy Matt Damon Hill, vagy bárhogy is hívhatjuk, a Bourne Ultimátum című legújabb filmben ismét ugyanazt a gyilkost fogja játszani. Julia Stiles, Joan Allen és David Strathairn a főszereplésével. Azt hiszem, hogy ezt a sztorit már nagyon nem lehet tovább vinni. Robert Ludlum regénye eddig is eléggé ismert és sikeres volt, és az előző két rész is az volt. Most Matt Damon újra megmutathatja, mennyire tud küzdeni az emlékeiért, és milyen jól tud lőni. Target that you've ever tracked. He's really good at staying alive.
And trying to kill him and failing just pisses him off. Pamela Landy. I hear you're still looking for me. Boy? I need that phone. I need it yesterday. Trace is confirmed and valid. He's within 1,000 yards of this building. Listen very carefully to what I'm about to tell you. I remember everything. Visszatér a mindenható, csak ezúttal nem Jim Carrey fogja játszani Bruce Almighty-t, hanem egy új filmben, az Even Almighty-ban Steve Carell fogja előadni ugyanezt a szerepet. Jim Carreyvel szemben ő neki sokkal nagyobb feladata van, nem elég, hogy mindenható lesz, hanem építenie kell egy hatalmas nagy hajót, mint Noé bárkáját, és meg kell menteni az emberiséget a kipusztulástól, meg a vízözöntől, valaki nyitva hagyhatta odafent a vízcsapot. I am successful, powerful, handsome, happy. Newly elected Congressman Evan Baxter's life. What are we gonna do? Change the world! That's right! Was going exactly as planned. There he is, the big kahuna. I think I have to do the dance. Do the dance. Until he met someone. With a plan of his own. Who are you? I'm God. Flood's coming, and I want you, Evan Baxter, to build an ark. Yeah. Hey, Dad, look, two doves. Well, today must be my lucky day. Now, no matter where he turns... Those animals are following me! See, if you had an ark, you'd have a place to put them all. What he does. Wow, what's with the scruffle, mountain man? Whenever I shave, the beard grows right back in. Evan, what happened? Did you fall in a mine shaft? Did you just come out of a coma? No. Were you attacked by a werewolf? There's just no escaping. Obviously, the stresses of this office have proven too much for you. His destiny. I lost my job, everything. Why are you doing this? Why me? You want to change the world, son. So do I. Here we go. Gentlemen, I have come up with a little construction project for us this weekend. Oh! The whole weekend? Oh! Yes. Maybe a couple weekends after that. You're talking about building a boat. It might be something fun for the family. Be great in case it floods or something. From the director of Bruce Almighty. Go! Go! Comes the next chapter in the almightiest story of them all. I know that this doesn't make any sense. I just want you to trust me. Dad, I'm with you. Me too. Is that a llama with a hammer? Let's finish this sucker. Are you ready for a miracle? This summer. His name is Evan Baxter, but now he goes by New York's Noah. Heaven's Evan, the weirdo with a beardo. When it comes to saving the world, what's up? Some assembly may be required. Let's go! Okay, have a cute one for me! Thanks. I can't even get my cat to use the litter box. People, the flood is imminent! Is it too much to ask for a little precipitation? Evan Almighty. Everybody, hang on! Következő filmünk címének első két szava Harry Potter. Azt hiszem, hogy ennél többet most itt nem fog felolvasni a lapról. Aki Harry Potter és a Főnix rendje című könyvet nem olvasta volna esetleg, vagy nem sejti, hogy ez miről szól, annak annyit elárulnék, hogy Harrynek ebben a filmben mágikus hatalmakkal kell szembenézni, azt hiszem ez világújdonságnak számít, szerinted is berkenye. Mintha ilyen még nem lett volna. Minden esetre ez is nagyon látványos, meg ez is nagyon mágikus, meg tele extra effektekkel. Hát nézzük is meg, hogy milyen dögös az előzetese. It's changing out there. There's a storm coming, Harry. Just like last time. The Ministry of Magic is pleased to announce the appointment of Dolores Jane Umbridge as High Inquisitor to address the falling standards at Hogwarts School.
things at Hogwarts are far worse than I feared. Enough! You have been told that a certain dark wizard is at large. This is a lie. It's not a lie. I saw it. We've got to be able to defend ourselves. And if Umbridge refuses to teach us how, we need someone who will. Every great wizard in history has started out as nothing more than what we are now. If they can do it, why not us? Sort of exciting, isn't it? Stupefy! Breaking the rules. Who are you and what have you done with Hermione Granger? You're a really good teacher, Harry. The Ministry's gonna have a full uprising on their hands. It's your turn now. Discipline your mind. We're in this together. If Voldemort's building up an army, then I want to fight. Look at me! Aki azt hitte, hogy Bruce Willis már nagyon öreg, volt múltkor ez a filmje, ezt a televíziós nemrég mutattam, mert 16 háztömnyit kellett előre haladni egy ilyen bebörtönzött fiatalemberrel. Hát abban már úgy nézett, hogy ő már öreg, meg kiégett, meg stb. Erre most mi történt? Na képzeld, Berkenél, jön a Die Hard negyedik része, el se hiszem. A címe Live Free or Die Hard, magyarul biztos úgy fogják fordítani, hogy még ennél is, és hozzátehetjük a Die Hard eddigi magyar címeit. A dolognak ugyanaz a lényege, mint ennek, John McClane visszatér, és ahogy idáig lenni szokott, szürke, koszos pólóban, össze-visszatört lábbal, arccal, stb. Megmenti a világot. Egyéb szereplők Justin Long, Maggie Q, Timothy Olyphant és Mary Elizabeth Winstead. Várjuk, hogy Bruce Willis immáron a nyugdíj felé közeledve milyen teljesítményre képes a Die Hard negyedik részében, Live Free or Die Hard. I'm doing America a favor. Is the country willing to pay for it? FAA just issued a critical alert. The entire network went down. Transportation system's crashing and they just hit the entire financial sector. You have no idea who you're dealing with. I'll take it from here. You just killed a helicopter with a car! I was out of bullets. Russo, check in. Hold on a minute. Looks like he's coming around. You see that? Yeah, I saw it. I did it. Hang on. Officer McClane. I need you to behave. Daddy. What are you gonna do? I'm gonna go kill this guy and get my daughter. I'll go get my daughter and kill this guy. Or kill all of them. Did you want to say something? Yippee-ki-yay, brother. Why'd you bring a cop into my command center? Command center? It's a basement. Who is this man? És ezek után, aki még azt hitte, hogy nincs több kaszinó, amit ki lehetne rabolni Las Vegasban,
az csalódni fog, ugyanis Ocean's 13 címmel visszatér az Ocean's 11 és az Ocean's 12. Hogy is hívták ezt magyarul, Berkenyet, erre? Nem emlékszel véletlenül? Minden esetre lényeg, ami lényeg, hogy ugyanaz a nagy sztárparádi George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Don Cheadle, Bernie Mac, Casey Affleck, stb. És tudod, ki lesz a gonosz? El Pacino személyesen. Tehát most azért George Clooneyéknek fel van adva a lecke nagyon. A kaszinót érdekességképpen a filmgyár területén építették fel, tehát nem Las Vegasban forgattak, mint az eddigi részeknél, és ezúttal gyémántokat kell elrabolni. A női dögös szereplő pedig Ellen Barkin lesz. Sajnos Julia Roberts-en nem találkozunk, amit én nagyon-nagyon sajnálok, de azért ez is eléggé látványos filmnek ígérkezik. This is a night people will talk about as long as there's a Las Vegas. I got the hottest new hotel on the strip. Okay then. Where's the partner's desk gonna be? Oh, no partner's desk. You're out. What are you gonna do, throw me off the roof? No, I don't want to. He hurt Ruben. I know what that makes me want to do. I don't care if it gets messy. I'll drive you, get him leaving his bar room. And I'll inject him. And I'll find a spot to get rid of the body. All valid ideas. Great initiative. But. It's a reverse big store. Doesn't matter if we win, as long as the casino loses. Which means that we have to rig craps, blackjack, slots, and roulette, all in our favor. Jeez, could you make it any more complicated? Okay. That can't be done. We don't have the manpower. Or the time. Or a way in. You in yet? I hate that question. So who's gonna be our super high roller? He owns all the air south of Beijing. The air. Try building something larger than three stories in the Tianjin province. See if his name comes up in your database then. All right, time for the starters gun. Let me tell you what you don't want. Your hotel in a twisted heap of steel and glass. That's what you don't want. The nose plays. And the nose does play. The nose plays. This is great. It's huge. Great stuff. Thanks. If any of you try to break our deal, you'll be dead. Pay me my money! All you need to do is fill it! There are a couple of characters here I'm not too sure about. I know people who really know how to hurt. Well, I know all the guys that you'd hire to come after me. They like me better than you. You okay? Yeah, no, I just bit into a pepper. Is that? Are you? Are you watching Oprah? És végül, de nem utolsó sorban, itt a Stardust, egy képregény adaptáció, ami hihetetlen már a Harry Potternél is, de ezt megsugom nektek. Képzeljétek el, mágikus lények lesznek benne. Nem hittétek volna, mi? Claire Danes főszereplésével készül, aki nagyon aranyos és nagyon kedves és nagyon bájos. Charlie Cox, Sienna Miller, Rick Gervais lesznek az egyéb főszereplők. Az elején egy normális világban élő fiatalokról szóló történet hirtelen mágiába csap át egy angol városban. Mintha a Harry Potter is hasonló történet lett volna, a különbség csak az, hogy ez képregény alapján készül, Stardust. Magyarul, meggyorsolom, mi lesz a címe. Mágikus lények egy angol városban, mert senkinek nem fog eszébe jutni, hogy a Stardust csillagport jelent. Mi azért törüljünk neki, és meg szeretném köszönni ezúttal a figyelmeteket, hogy itt voltatok a GameStar TV Másvilág első adásában. Jövő hónapban is jövünk jó zenékkel és jó filmekkel, és találkozunk egyéb GSTV adásokban. Victoria, ciao. If you had a marriage, I'd cross ocean. You're funny, Tristan. Oh, Tristan, a shooting star! I'd cross the wall and I'd bring you back that fallen star. You can't cross the wall. Nobody crosses the wall. Excuse me, have you seen a fallen star? Anywhere. We're in a crater. This must be where it fell. Yeah, this is where I fell. You're the star. You're the star? Really? Oh, wow. You've seen stories of magical worlds. Wicked witches. Flying pirates and dashing princes.
But never has there been an adventure quite like this. Everyone's talking about a fallen star. When I find her, the glory of our youth shall be restored. This is the part where you tell me who you are and why you're up here. We're just trying to make our way home. Touché. You better be telling the truth, you two-faced dog. I can get you one of them, actually. Very good guard dogs. They can watch the back and the front door at the same time. Enough. Where's the girl? You have seconds to live. Now we shall begin. I know what you are. Get him. It's just you and me now. Not for long. Hold me tight and think of home.